Középkorú férfi ment be egy török szentmiklósi családi ház udvarára. A hivatlan embernek megtetszett a teraszon álló, lezáratlanul hagyott segédmotoros kerékpár, ezért azt eltulajdonította. A 35 éves férfi a járművet a Teleki László út és Dobos út kereszteződésénél tolta, amikor rendőrökbe botlott. Kérdésükre nem tudta hitelt érdemlően igazolni a jármű tulajdonjogát. A férfi percekkel később azonban elmondta, hogy honnan vitte el a segédmotoros kerékpárt. Így alakult ki az a helyzet, hogy hamarabb derült fény a bűncselekmény elkövetésére, mint ahogy azt a sértett észlelte volna. Az egyenruhások előállították a jogsértőt, a helyi rendőrkapitányságra és lopás büntet elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. Megállapítás nyert, hogy a terhelt korábban megvalósított vagyon elleni bűncselekmények miatt bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt, azonban ennek szabályait megszegte. A gyanúsított kihallgatását követően a nyomozóhatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A rendőrök a lefoglalt járművet a tulajdonosnak visszaadták.